Kemény a kömény, a kakuk függ, kakuk gól, én lesz a kés. A klófoló, kiklófol, hogy jog a só. Füstönek a fűszerek, röfög a csirke, csipog a sertészelek. Fizik a sütő, a kaja már bedobva, forcog a leves, mindenki lenyomva. Hús gombó, csorra az asztalon, te főző, Zsoltika, mi meg felfalom. A mákos guba az annyira magyar szajré, és annyira ősi cucc, hogy ennél magyarabbat, meg ennél ősibb szajrét el se tudtok képzelni. 1695-ben jelent meg a szakátöső mesterségnek könyvetösökéje, mely már tartalmazza a mákos guba receptjét, mégpedig ilyen módon. Csinálj perecet, azaz csinálj perecet, és azt eltördelvén áztasd mézes vízben, onnan kivévén rakd tálba, a mézes vizet is töltsd rá, és törött mákkal fejjül, és közben hincsd meg, és vidd az asztalra. Ős magyarról magyarra lefordítva azt jelenti, hogy mézes vízbe áztották a kenyérkéket, vagy kifli darabkákat, vagy aztán később ez a szakácskönyv arra sarkalja a szakácsnőket, hogy külön erre a célra tépkedjenek ki kis golyókat a kenyér tésztából, és azt külön süssék meg, és mindenféle békárut, meg kenyérárut, ami kiszáradt, azt így használták fel. Ugye nyilván próbáltak gondolni arra is, hogy takarékoskodjanak, spóroljanak, és közben mégis valami igazán finom, valami igazán édes, valami igazán szívet melengető édességet készítsenek belőle. A mai napig nagyon sokat készítik az emberek mákos gubát, és most már nagyon menő éttermekben, nagyon fancy éttermekben is meg lehet találni a mákos gubát. Na, én most szeretnék készíteni, ahogy eddig is minden ételt, amit láthattok itt a Photo Kitchen YouTube csatornáján, a péntekesti receptekben, a saját verzióm szerint készítettem el. Most ugyanígy a mai napon, ezen a szép péntek estén a mákos gubát is a saját elképzeléseim szerint fogom elkészíteni. Ebben nagy segítségemre lesz nekem Kotányi Pajtikánk. Narancsos cukrot fogok tőle felhasználni, vaníliás cukrot fogok tőle felhasználni, bourbon vaníliát is fogok felhasználni, igazi, finom, illatos bourbon vaníliát, és egy jó kis vanília extraktot is, amit szintén Kotányi Pajtikánknak köszönhetünk. Na jó, akkor a csapónak a filctollát elrakom, mielőtt még belefőzöm a mákos gubába, és akkor neki is látok. Mindenek előtt ehhez kell nekem egy jó kis serpenyő. Alá durrantok körülbelül egy olyan hatoson, és belehajítok néhány kocka vajat. Hát mondjuk kezdetnek három ilyen szép kocka vajat. Na, amíg a vajkockák olvadoznak, addig én nekilátok ennek a szép kiflinek. Én azt javaslom, hogy friss kifliből készítsétek el, de természetesen tökéletes, mint ahogy a 300 évvel ezelőtti receptkönyv is írja, tökéletes a régi, beszáradt péksüteményeknek az újrafelhasználására, de én azt mondom, hogy ha igazán menő szajrét akartok csinálni, akkor friss kiflit vajon megpirítotok hozzá, mint ahogy most én. Szép kockák, ne, jó, nem már háromszögekre. Szép karikákra felvágom a kiflit. Így mi. A vaj most így elsőre talán túlságosan soknak tűnik. A kiflik fel fogják szippantani. Szépen egyesével elhelyezem őket az olvadt vajban. Így mi. Az ilyesfajta vajon pirításnak a türelem a legfontosabb hozzávalója. Szépen, lassan, türelmesen, pici lángon kell pirítani, különben megég. Azt szeretnénk, hogyha szép aranybarna lenne a felszíne, és belül pedig egyenletesen kiszikkadna. Hát ez bizony eltart egy darabig. Gyönyörű aranyszínben pompázik minden kis szeletke, szépen mindegyiket óvatosan megfordítom, és hagyom, hogy süldögéljen tovább. Addig viszont neki látok forralni egy kis tejet, meg tejszínt. Ott körülbelül egy olyan, nem ennyit, egy olyan 2-3 deci tejet. Mondjuk ennyit. És ennek megfelelően
körülbelül ugyanannyi 2-3 deci tejszint szépen felhajítok, ugyanúgy lassú tűzön, békésen elkezdem melegíteni. És akkor ugye ilyenkor cukrot lehetne beletenni, de ha emlékeztek a 300 évvel ezelőtti szakácskönyvnek a szavaira, ő kifejezetten mézes vízben javasolja, hogy forgassuk meg a kifli csücsköcskéket, úgyhogy mézet adok hozzá. Mehet hozzá egy kis vanília extrakt. Jó, gyerekek, úristen, milyen illat lett egyből, azt a kutya fáját. Nagyon durva szarja ez. Kiflik szépen pirulnak, és amint halljátok, már csilingelnek, ami azt jelzi, szépen lassan kezdenek szikkadt állapotba kerülni. Hú, nagyon klassz lesz. Mivel azt szeretném, hogy jó vaníliás legyen a szajré, vanília extrakt mellé egy kis igazi bourbon vanília rudat is bepattintok. El vagyunk látva vaníliával, fő támogatónk. Nagyon nagy lelkű, ami a fűszereket illeti. Jó kis vaníliarúd. Félbevágom, kikaparom a magját, így mehet bele tejbe, illetve teljes tejszínbe. Így, és bizonyos szárát is beledobom. Így. És most jön az a pillanat, amikor szépen lassan kezdünk eltérni az eredeti recepttől. Én bizony belehajítok ebbe a finom vaníliás tejbe egy kis narancsos cukrot is. Narancs meg a mák nem tett olyan rosszat egymásnak, hiszen hogyha kandírozott narancs héj darabkákat raksz a mákos rétesbe például, akkor mindjárt azt érzed, hogy húha, hú, de jó lenne minden nap ilyet kajálni. Úgyhogy én most pattintok bele egy kis narancsos cukrot. Jó. Nőgyni. Csinálok egy óriási hülyeséget, és erre is csak egy óriási hülyeséget, igen, és szórok a kiflire is, így. Hát karamellizálódjon rá egy picikét. Ebből aztán most tényleg nem tudom, mi lesz. Gondolom, valami jó. És ugye mindig arra bíztatlak benneteket, hogy az édességből se felejtsétek ki a sót, úgyhogy én most meg is sózom egy picit ezeket a piruló kifli szeletkéket. Hú, gyerekek, szerintem ez inferno lesz. Igen, úgy látom, a narancsos cukor szépen lassan rá karamellizálódik ezekre a kis kifli csücsköcskékre. Gyerekek, nagyon finom lesz. Fogok egy tojást, amit belehajítok egy ilyen szép tálba, és ezt egy ilyen kis szexi habverővel felverem. A tojáshoz megint csak adok egy kis sót. Érdekes módon az édességekből is, hogyha hiányzik a só, akkor valahogy nem olyan finom. Hiába édes, hiába van benne annyi méz, meg annyi cukor, amennyi kell bele. Egy kis só hiányzik belőle, vagy a tésztából, vagy a krémből. Egyszerűen nem olyan finom. Érdekes dolog. Na, hát én úgy ítélem, hogy a kifli karikák azok már jók, és a te is éppen ebben a pillanatban akart nekilátni, kifutni, amit viszont nem hagyunk neki. Úgyhogy most a forró tejet ide szépen át fogom szűrni ebbe az edénybe, és ebből a forró tejből most szépen hozzáadagolok ehhez az egy tojáshoz, hát egyelőre egy merőkanállal. Nagyon óvatosan, mert nem akarom megfőzni a tojást, úgyhogy csak szépen lassan, hőkiegyenlítéses módszert használva lassan hozzácsorgatom. Ahogy egyre jobban átmelegedett a tojás, egyre bátrabban tölthetjük hozzá. Ilyenkor már nem tud megfőni. Ígyni. És most jöhetnek a gyönyörű aranysárgára megpirult kifli karikák, és ebbe a jó kis tojásos, vaníliás, teljes, tejszínes, narancsos, cukros szajréba szépen így forgom. Bele mártom. Beletunkolom őket.
hadd itatódjanak át. Égni. Jó, alaposan átforgatom, mindenhol érje. Ezt most szépen félreteszem, hadd itatódjon át jó alaposan. Én addig közben kicsit rendet rakok, és utána elkészítem a mit? A sodót, úgy van. Na, amíg megírom a mákos guba kettes csapóját, csak azért, mert nem hittétek el nekem, hogy ez tényleg a csapónak a filctolla volt, addig elmondom, hogy mik történtek itt, de közben gyorsan lecsapom. Mákos guba kettes, egyszer, másik kamera, kétszer, harmadik kamera, háromszor, negyedik kamera, négyszer. Szóval közben itt a következő dolgok történtek. Azt mondta nekem az emese, a Mettler, a feleségem, mérjük le, hogy mennyi maradt a tejből. Jó, figyeljetek ide, ez körülbelül hát ilyen 3,5 deci, hogy nehogy az legyen, hogy jaj, Jézus Mária, nem tudjuk, hogy mennyit kell beleönteni. Na, a 3,5 deci tejhez én bizony 4 darab tojássárgáját fogok hozzátenni. Ilyeténképpen. Hát ez nagyon menő, szajré. Gyerekek. Egy tojás sárgája. Ez jó cucc. Mindig azt gondoltam, hogy ez ilyen töketlenkedés. Nem. Tök jó, szajré. Budapest, 10. kerület, kínai negyed. Dunapanda. Ott vásároltam. Nem reklám, csak szeretek oda járni. A 4 sárgájába mehet egy kis só, így, és ha már nem olyan forró, de még azért mindig elég meleg tejet, ugyanolyan óvatosan, mint ahogy az előbb, szépen hozzáöntöm. És ez az egész szajré most mehet vissza egy forralóba. Így, szépen, lassan meg fogom főzni, de egyelőre félreteszem. Más dolgot is fogok párhuzamosan ezzel együtt csinálni, mégpedig azt, hogy megsütöm a gubát. Ez azonban először is kis mákot összekeverek. Kottányi féle bourbon vaníliás cukorral. Így, na, és most jön az okosság. Picit különleges módon fogom megsütni ezt a mákos gubát. Ugye ilyenkor általában az ember beforgatja mákba, kis sodót ráönt, behajítja a sütőbe. Én nem fogom a sütőbe tenni, hanem itt, serpenyőben fogom megsütni egy ilyen gyönyörű kis formában. Mindjárt mutatom, hogy hogyan. Fogok egy kocka vajat. Ezzel kicsit... hát, éppen csak megnedvesítem a serpenyőm alját. Belehelyezem ezt a 2 formát így simán a serpenyőbe. Aztán ezeket a finom, elázott kifliket, amik közben ilyen szinten megáztak, szépen egy kicsit meghintem ebből a vaníliás cukros mákkal, és elkezdem belerétegezni ide a gyűrűbe. Egy kicsit le is nyomkodom. Most hull le a lepel, hogy miért tettem tojást az előbb ebbe a pici tejbe. Azért, mert a tojás, amit látjátok, most majd kötőanyagként fog szolgálni, hogy összeálljon végre a jó kis mákos guba. Már nagyon durván nyeldekelek. Na, hát így néz ki. Szépen feltesszük a lángra, és adunk neki. Természetesen óvatosan, kis lángon. Szépen, türelmesen elkezdem összesütni, összepirítani. És amikor az alja megpirult, megsült, akkor természetesen megfordítom. Most már nagyon közel járunk a végéhez. Annyi van hátra, hogy még ezt a sodót is meg kell főzni. Szépen, türelmesen
kislángon. Addig forraljuk, addig kevergetjük, addig főzzük, amíg a tojás sárgája a hőtől el nem kezdi összesűríteni ezt a csodálatos sodót. Aztán tálalunk, kajálunk, aztán élvezzük egymás társaságát a hétvégén. Ti meg iratkozzatok fel a csatornára! Nagyon óvatosan, nagyon szorgalmasan, közepesnél egy fokozattal mélyebben, tehát a 9-ből most a 4-esen kavargatom a sodót. Közben rápillantok a gyönyörűséges gubákra. Szépen kezd megpirulni, megsülni az alja. Hamarosan megfordíthatom, és a másik felét is megpirítjuk. A sodót úgy lehet csekkolni a UMR, hogy belemártunk egy kanalat, és amikor már nem szalad le a kanálnak a hátuljáról, akkor jók vagyunk. Hamarosan alakul. Ez a narancsos cukor, ez nagyon megcsinálta. Egy perc a vanília. Gyorsan megfordítom. Hoppá, az best kéz. De szép gyerekek, nagyon szép lesz. Hát bizony én azt mondom, hogy a sodó el is készült. Még egy kanál teszt. Gyönyörűen megáll a kanálon. Még egy percet kavargatom, aztán hálom. A sodó közben elkészült, már a tárolásra vár. Egy kis mákot kiöntöttem ide ebbe a tányérba. Most már tényleg csak a gubát várjuk, hogy mi a túró van vele. Nézzük az alját. Ó, gyerekek, gyönyörűségesen megpirult. Tálalás. De jól néz ki. Gyerekek, nagyon büszke vagyok magamra. És most annyi édesség van már benne, és van már benne cukrozott mák is, most csak sima, keserű, nyers mákba beforgatom. De forró. És ezt így el is helyezem a tányér közepén, így ni. És körbeöntöm sodóval. Gyerekek! Kész! Így néz ki. Szerintem igen pofás lett. Na nézzük! Remélem hallatszik, hogy a teteje az klasszul megsült, ropogós. Látszanak benne a kifli rétegek. Úristen! Úgy gyerekek, ez nagyon durva szajré. Ez isteni finom. A narancs az ad neki valami olyan csodálatos lövést, és olyan érdekes, hogy megint egy olyan szajré, hogyha nem mondom, hogy mi az narancs cukor, akkor nem tudod megmondani, hogy mitől, de van egy olyan kellemes és különleges buké, hogy őrület. A vanília illat teljes egészében átjárja az ember fejét. Kívül ropog, belül krémes, és hát közben meg tök jól is néz ki. Meg nem? Főzzetek mákos gubát. Na jó van, sziasztok!